December 11-én játszotta utolsó tétmérkőzését a másodosztályban szereplő Szombathelyi Haladás. Mihály Hib tanítványai az ötödik helyről várhatták a tavaszi szezonrajtot, és nagyon fogadkozott a keret a szurkolói ankéton is, hogy sikerrel kezdik a 2023-as esztendőt. A 24. fordulóban a Nyíregyháza Spartacus ellen kellett volna begyűjteni a három bajnoki pontot, és a tabellán elfoglalt helyezés vasi sikert ígért. Nagy elánnal kezdte a találkozót a Haladás, és közel is járt a gólszerzéshez. A 10. percben egy megpattanó beadást találta meg Borvetőt, aki senkitől sem zavartatva 6 méterről az égbe lőtt. A 22. percben Lukás Simut szabadrugását kellett védenie a vendégek kapusának. A nyírségi támadósor a félidő közepétől talált magára, és Pekár vezérletével próbáltak zavart okozni a szombathelyi védelemben. A 31. percben saját tér felén vesztett labdát a Hali, és a kontratámadás végén Baki a kimozduló Verpec mellett lőtt a hálóba. A bekapott gól megfogta a házigazdát, amely csak a második félidőre tért magához. Az 53. percben Rácz kis híján betalált, de 20 méterről leadott bombája a kapufáról pattant vissza a mezőnybe. Idény elleni formában játszottak a csapatok, főként a szombathelyiek szórták el pontatlanul a labdát. Rengeteg technikai hibát követtek el a Haladás játékosok, így nem tudták nyomás alá helyezni a vendégkaput. A 89. percben mégis akadt egyenlítési lehetősége a szombathelyieknek, azonban Derekas közelről fejét kezei közé fejelt. A Haladás tehát 1-0-ra elveszítette a tavaszi idény első mérkőzését. Hétvégén újabb zöld-fehér rangadó következik, Mihály Hib tanítványai vasárnap a Győri Eto FC ellen javíthatnak. Nézzük, mennyi a hosszabbítás, 4 perc.